Hollywood csúcsára nehéz feljutni, de annál könnyebb lecsúszni onnan. Rengeteg oka lehet, ha egy A-kategóriás sztár kikerül az elitből, ehhez elég akár egy rosszul elsült mondat is, de leggyakrabban azért mégiscsak súlyos ballépések sorozata után csúsznak le a lejtőn. Nézzünk pár olyan világsztárt, akiket Hollywood már legalább egyszer kivetett magából. Mel Gibson. Az Oscar és Golden Globe díjas színész legismertebb filmjei a Rettenthetetlen és a Passió, de több sorozatban is láthattuk már főszereplőként. I felt I had a few bad habits and I just wanted to try and shake them, you know. Sometimes time will do that. A színész a 2000-es évek elején többek között alkohol problémákkal küzdött, 2006-ban pedig ittas vezetés miatt el is kapták a rendőrök. Pár évre rá az akkori barátnőjét bántalmazta, mely után egy éves próbaidőt és dükezelő tréninget szabtak ki rá. Nem csak a párkapcsolatában viselkedett botrányosan, agressziójával producerek és kollégái is megismerkedtek. Nem csoda hát, hogy Hollywoodban sokáig nem ő volt a legfoglalkoztatottabb színész. Winona Ryder. A színésznő neve hazánkban talán kevésbé ismert, pedig Oscar jelölést és Golden Globe díjat is magáénak tudhat. Ismertebb filmjei a Dracula, az Ollókezű Edward, de 2016 óta a Stranger Things-ben is láthatta őt a közönség. A színésznő a 80-as, 90-es években volt igazán karrierje csúcsán. Még csillagot is kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Your decisions from today's date in large part are going to define your public reputation and image and possibly your future freedom. A felejtés útjára a 2000-es évek elején történt bolti lopása alkalmával lépett rá, ami nem egy aprócska kis lopás volt. Több ezer dollár értékben tulajdonított el ruhákat. Az ezt követő években rongálás, drogfogyasztás és újabb lopás is szerepelt listáján, majd felfüggesztett börtönt és 500 órányi közmunkát kapott, hogy át tudja gondolni az életét. A színésznő megtette, és bár a 2016 óta hatalmasat futó Stranger Things-ben szerepet kapott, nem lehet tudni, ez elég lesz-e ahhoz, hogy újra felküzdje magát oda, ahonnan lecsúszott. Harvey Weinstein. Az Oscar, BAFTA és Tony díjas filmproducer valaha az egyik legbefolyásosabb személy volt a filmiparban, de ma már elítélt szexuális bűnözőként tartják számon. And you wish you could be, you know, me in particular, love to be less temperamental. Each year I get less and less, but I started so high. 2017-ben több színésznő is zaklatással vádolta meg őt. Ezután pereskedés következett, melynek végén a bíróság bűnösnek találta Harveyt szexuális zaklatás és nemi erőszak vádjában, és 23 év letöltendőre ítélte. Jelenleg is raboskodik, kb. 90 éves lesz, amikor szabadul. Hogy megéri-e ezt a kort? Erősen kérdéses, mert egészsége borzasztóan megromlott a börtönben az elmúlt időszakban. Courteney Cox. Csak egy nevet mondok. Monica, a jó barátokból. Bizony, Courteney Cox az ő karakterét személyesítette meg éveken át. Ám a csapatból egyedül Jennifer Anistonról mondható el, hogy hosszú távú A-kategóriás sztárként megvethette a lábát a filmiparban. A színésznő arcával vajmi keveset találkozhatunk a képernyőn, bár ez lehet a látványnak is köszönhető, ugyanis Courteney belefutott a túlzott plasztikáztatásba, és természetes vonásai szinte teljesen eltűntek. You knew this about me when you married me. You agreed to take me in sickness and in health. Well, this is my sickness. Saját bevallása szerint sem tud a mimikájával mit kezdeni, hiszen a botox teljesen tönkretette az arcát. Jennifer Grey. A színésznő egyértelműen a Dirty Dancing-el táncolta be magát a köztudatba 1987-ben, de a jó barátokban is feltűnt. Ugyanilyen gyorsan el is tűnt. A színésznő ugyanis szintén a szépészeti beavatkozások szerelmese lett, és olyan szinten változott arcának karaktere, hogy a legtöbben már nem ismerik fel. Így nyilatkozott a műtéteiről. A kés alá hírességként feküdtem, de ismeretlenként keltem fel. Később úgy éreztem, mintha tanúvédelmi programban vennék részt, vagy láthatatlan lennék. Charlie Sheen. Listánkról nem maradhat le Charlie Sheen neve sem. A tehetséges színész szintén szépen elbaltázta a dolgokat. A karrierje remekül ívelt felfelé, ám a civil életben alkohol problémái és dükezelési gondjai adottak. You borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it, unplug this bastard. Több produkció is megszakította vele az együttműködést szélsőséges megnyilvánulásai és az élvezeti szerekkel való kapcsolata miatt. Grandma says you're a bitter disappointment.
A sztár a 2010-es évek közepén egy újabb bombát robbantott. Arról vallott, hogy HIV pozitív, mely egyértelműen csapongó, zűrös életmódjára vezethető vissza. Charlie még csak az 50-es évei közepét tapossa, talán még lenne esélye a visszatérésre, bár nem lehet tudni, mennyire írta le magát a kollégái és nézőközönsége előtt. Mickey Rourke. Talán hallottunk már szüleinktől, ahogyan áradoznak az ifjú Mickey Rourke-ról, aki a régebbi idők George Clooney-a volt. Mickey akár kezet is foghatna Courtney Cox-szal, ugyanis karrierje ellaposodásának egyik oka nála is a túlzásba vitt plasztikáztatás, a másik pedig önpusztító életmódja volt. Az idén 70 éves sztártól ennyi idősen már nem is lehet elvárni, hogy kigyúrt izomkolosszus legyen, de a színész kegyetlenül elhanyagolta magát. Persze a hétköznapi ember 70 évesen örülne, ha így néz neki, de egy film aki esetleg még alkotna, sajnos nem engedheti ezt meg magának. Így nem valószínű, hogy a közeljövőben vele lesz tele a mozivászon. Shia LaBeouf. I wound up at this rehab, right? And they do something called family week. They got the calls, I know they got the calls, but no one showed up. My mother, my father, no one showed up. Mi még emlékszünk arra az időszakra, amikor Shia berobbant Hollywoodba a Transformers filmek által. A tini lányok bálványozták, a legújabb filmcsillagnak kiáltották ki a magazinok, ő pedig elég jó pénzt keresett. Hogy a gyorsan jött hírnév szállta a fejébe, nem lehet tudni. De egy biztos, Shia amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is Hollywoodból. A filmipar dolgozói szerint nehéz vele együtt dolgozni, többször volt hangos a sajtó agresszív viselkedésétől, és szexista megjegyzések is elhagyták a száját. Nem vagyunk benne biztosak, hogy valaha is vissza fog tudni kapaszkodni arra a szintre, ahonnan legurult. Meg Ryan. Meg Ryan számára a hírnevet a Harry és Sally című film hozta meg, amelyben főszerepet alakított. A 80-as, 90-es években volt ünnepelt sztár, és bár a 2000-es évek elején is voltak filmjei, szépen lassan alább hagyott az érdeklődés iránta. How do you know? Because I know. A színésznő szintén elkövetett egy hibát, mint oly sokan már listánkon. Szépészeti beavatkozással szerette volna megőrizni fiatalságát, ám ez nem sikerült neki, és baba arca helyett egy teljesen más arc nézett vissza a nézőkre. Az elmúlt 20 évben azért akadtak filmjei, de a plasztikáztatás előtti szintre azóta sem tudott visszakapaszkodni. David Hasselhoff. Baywatch és Knight Rider. Ha ezt a két sorozat címet meghalljuk, valószínűleg David Hasselhoff ugrik be róla, aki egykoron őrjítő nagy sztár volt, és aki egyébként zenei karrierrel is büszkélkedhet. A színész azonban túlságosan jóban volt az alkohollal, ezzel kapcsolatban pedig több botránya is napvilágra került, így tekintélye és munkái is visszaestek. Tomorrow, if when they the doctor's coming over and if they test any alcohol in your blood, you're fired from the show. 2007-ben lánya tette fel a róla készült videót az internetre, amelyen egy hamburgert szedt fel a földről részegen. Viszont az elmúlt időszakban megjelent egy albuma, és elmondása szerint ismét tiszta és boldog. Hajrá Hasselhoff! Mi szurkolunk! Ennyi lett volna mára. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy a következő tartalmakról sem maradjatok le. Hamarosan újra találkozunk, de addig is, sziasztok!